itt vagyunk a Hortobágy melletti Balmazújvárosban. Vagy ahogy a város szülötte író politikusa Veres Péter mondaná, a Hortobágy melyékin. Ahol Mihalkó Gyula kalapos mester, a népművészet mestere műhelyében látogatunk azzal a céllal, hogy a mesterségének történetéről kérdezzük. Azt írtad ajánlásképpen a család történetét összefoglaló könyv első lapjára, őrizd a múltat, hogy jelened lehessen, hisz ebből lesz a jövő. 1830-as években Vörösmarty Mihály a következőket írta. Régi igazmondás rólunk magyarokról, hogy a magunkét nem ismerjük, ha bátor nagy is. Midőn a külföldit, ami csekély, bámuljuk. Én hazám fiainak némely vonásokat adok, hogy eszükbe jusson. Nem kell kimenni külföldre mindenkor fohászkodni. Itthon is csodálkozhatunk. Kapáról fiúra száll ez a mesterség. Jelenleg 6 generáción keresztül én vagyok a 11. kalapos a családban, aki merinói bárányapjúból kiindulva készíti a kalapot. Ezt a hagyományt, ami a családunkban van, ezt viszem tovább, illetve adtam át a fiamnak, aki szintén tudja készíteni a kalapot, és ő is a népművészeti fiúmestere. A szakmát édesapámtól és nagybátyámtól, Mihalkó Zoltántól tanultam. A legelején édesapámtól, aztán az élet egy kis kitérőt tett a sorsomba, így nem foglalkoztam, csak szombat-vasárnap a kalapkészítéssel az Oli bácsinál. 96 óta csinálom önállóan a kalapokat itt Balmazújvároson, a régi műhelybe, majd pedig 2005-ben itt ebbe az új műhelybe. A legrégebbi írásos emlékünk nagyapámtól van, aki 1925-ben diktálta le az itteni tanító úrnak, Varga Antalnak, hogy hogyan készül a kalap. Ezt már a Néprajzi Múzeumból, illetve a Déri Múzeumból sikerült visszahoznunk. Írtunk egy könyvet erről is, ahol teljesen föl lett tárva az ősök, illetve a mi utódaink, és a kalapkészítés története is, amiből az derül ki, hogy 1850 körül jöttek ide őseink a mostani Szlovákia területéről, Vásárhelyről, sajnos ma már úgy hívják, hogy Troviste, hisz a Trianon kiszakította, illetve elvették tőlünk. Tehát innen érkezik a család. Igen, és itt Balmazújvároson volt egy kalapos, a Nagy Gábor, akitől nagyapám Mihalkó János, már szép nagyapám, tanulta meg a mesterséget, és így öröklődik ez
és jelenleg most én vagyok a hatodik generáció. Talán valamit a inas évekről, ha emlékeit feleleveníted. Hát ennek az új műhelynek a helyén volt a régi kalapos műhely, ahol is mint gyerek játszva megtanultam a szakmát, és mindig itt voltunk édesapám körül, és a szerszámok nevét is megjátszva megtanította a mesterséget. Ezt hozd ide kisfiam, azt hozd ide kisfiam, és akkor nevén nevezte a szerszámokat, és akkor így tanított, így vezetett rá a mesterségre bennünket. Azt a kis kitérőt az életedbe, azt is mondd el már, légy szíves. 67-ben érettségiztem Debrecenben a Tóth Árpád gimnáziumban, majd bevonultam katonának. Az érettségivel együtt egy gyógyszergyártó minősítő szakmunkás vizsgát is tettem. A Biogáz gyógyszergyárban dolgoztam a honvédség után, majd átkerültem ide be a Balmazújvárosra, a herbáriába. Ott dolgoztam egy jó fél évet, majd a KTS-be, a Balmazújvárosi Faj és Vasipari KTS-be, ahol kitanultam a vízgázszerelő szakmát. És 71-ben kikerültem Nagyhegyesre a Vörös Október Termelőszövetkezetbe. Akkor voltak ott ezek a nagy beruházások, a sertéstelettől kezdve tyúktelepek, libatelepek, ezeket építettük. Ma 87-ben a szakipari munkának az ágazatvezetője lettem, és onnantól kezdve 1996-ig, míg ott nem hagytam a termelő szövetkezetet, mint szakipari ágazatvezető dolgoztam. Ez úgy történt, hogy egyik péntek délután szólt a főnökem, hogy menjek ki, és mondjam meg 30 embernek, hogy hétfőtől ne kelljen jönni dolgozni. Ezt feleltem rá, hogy tudod mit, főnök, menjél ki te, mondd meg nekik, én meg nem jövök hétfőtől. És innentől kezdve álltam vissza teljesen a kalaposságra. Hisz szombat, vasárnap, illetve hétközben is, hogyha ráértem, akkor már nagybátyámnál, Mihalkó Zoltánnál segítettem neki, és csináltuk a kalapot, hisz nekem az édesapám sajnos 1967-ben már meghalt. Rájöttél arra, hogy ez a mesterség, ez bizony halófélbe megy, hogyha nem lesz követője. És ez óriási felelősség. Te hogy érezted ezt? Igen. És hogyha én erre nem állok vissza teljesen, mintve nem csinálom, akkor vége van ennek a szakmának. Hisz már ezt a filmet, amit készített, több filmet készítettek rólam, már ezt úgy akarták készíteni, mint az utolsó kalapos. De hál' Istennek sikerült a kisfiamat megtanítani, és ő remélem, hogy tovább fogja majd vinni ezt a szakmát, illetve megfogja. Hogyha én nem tudom megtanítani az unokáimat, akkor ő legalább ezt meg fogja tanítani. Hiszen ez Györfi István mondta el nagyon szépen, hogy a néphagyomány tart meg bennünket magyarnak, a tanulás pedig tesz bennünket európaivá. Azonban hiába leszünk nagy műveltségű európai népek, annál hamarabb megszűnünk magyarnak lenni. Ezt a felelősséget, amelyet végül is így kaptál, mint egy üzenetként, ezt mikor is kaptad? Folyamatosan 96 óta csinálom, de most az idején leszek 64 éves, 14 éves koromban már készítettem a kalapot. Tehát, hogyha most ezt nézzük, akkor éppen most 50 éve, hogy készítem a kalapokat. Mi a kalapkészítés alapanyaga? A kalapkészítés alapanyaga merinói bárányapjú. Ez azért kell a merinói bárányapjú, azért szükséges hozzá, hisz ez egy finom, és egy nem hosszú, szálhosszúságú gyapjú, melynek a hossza 3-4 cm. Ezt régen spanyol vagy aranygyapjúnak is nevezték a nagyapám idejében. Lehet készíteni anyajú
gyapjából is kalapot, de akkor egy évbe kétszer kell megnyírni, és akkor ez a kalap sprődebb lesz. A racka junak is lehet készíteni a gyapjából, nem kalapot, hanem csizmát. Tehát az már egy durvább, sprődebb anyagot ad. Mi az első, az, amit a gyapjúval csinálni kell? Nyírás után válogatni kell, félretesszük a haslábot, hasalját, fejnek a, és csak a bundátból lehet készíteni kalapot. Ezt kimossuk. A mosásnál durván egy 50%-át elveszti. Talán egy kicsit mesélj még erről a régi időkről, hogy hogyan mostátok a gyapjút. Hát a régi időkben édesapám még lejártak a Tiszához, ott mosták a gyapjút, és akkor magunkkal vittek minket is. Egy jó 3-4 napra vagy volt olyan, amikor egy hétre is lementünk, és akkor vittünk egy nagy faüstöt, fa volt, egy vasüstöt is, amiben egy kis meleg vizet tudtunk melegíteni, jó kézmelegre kellett fölmelegíteni, abba tettünk zsíros szódát, vagy tettek ők, és akkor abba áztatták, pácolták egy jó negyed óráig a gyapjút, majd pedig ilyen kis vesszőkosárba rakva, és akkor lábszárigeire beálltak a Tiszába, és a kosarat így ringatták, mozgatták, és akkor folyóvíz kimosta belőle a zsírt. Aztán kidobták a napra, ott megszáradt, itt volt egy kártológépünk is, sajnos az már tönkrement, és azzal kikártolták a gyapjút. Kártolás után pedig kimérjük a gyapjú mennyiséget, annak megfelelően, hogy milyen kalapot szeretnénk készíteni. Kimérjük egy kalapnak a vagy szükséges gyapjú mennyiséget. Ez latban történik. Ez a lat, ez egy 8 lattos, a fognak a 1/32 része. Egy lat durván egy 1/49, tehát durván másfél deka. Egy hortobágyi pásztorkalap elkészítéséhez 24 latt szükséges. Ez megközelítőleg 40 dekagram. Tehát kimérjük a 2x8 lattot, ebből lesz a két szívfak, ez pedig, ezt már dekában mérem, már nincs 4 lattosom, ez pedig a két banfak. Ennyi gyapjúból készül el egy kalap. Egy szerszám segítségével, amit úgy hívunk, hogy fakpóna, ami van egy 9 jubéből sodolt húr. A húrt, ahogy pengetjük, ez berezeg, és a rezgés által szálaira szétszedi a gyapjút. Ezt a húrt ezt ápolni kell, kenegetni, ehhez van ez a mély viasz. Ugye, mert a rezgés folyamán ez kiszálazódik. És akkor itt szakad el a leghamarabb. Azért tekerjük ide föl a nyakra ezeket még, hogy innen még utána tudunk venni, és akkor újra kötjük. A húrt is magunk készítjük. Tehát mikor kapunk, legalább kell, vagy 6 vagy 7 egy jó lakodalomnak a birkapőköknek, tényleg a való jából kijövő jubelet kimossuk, átmossuk. Melyik húr az, amelyik a legjobb? Milyen állatnak a húra? Ez szintén birka, vagy jubile, és a téli takarmányon felnőtt jónak, míg nem eszik zöldet, addig a legjobb a bilnek a minősége, ami nekünk megfelel. És akkor ezt átmosuk, meghóroljuk, és akkor összesodorjuk. 6 vagy 7-et veszünk, közzé teszünk egy pálcát, és akkor ezt így, hogy forgatjuk, a sodorja szépen össze. Ezt gerendára kifeszítjük, és ott 2-3 nap alatt megszárad.
és ezt névjasszal utána bekenjük, tartósítjuk. Hogyha pedig még tovább állni hagyjuk, akkor egy kis fokhagymával, és hogy amúgy ne essen bele. Ez a húrnak a feszítése és behangolása miért fontos? Megszáradás után tesszük ezt rá a fogpónára, ahol is ráfeszítjük. A feszítésnél ott hátul van egy ilyen kis vaskarika, az egyik oldalára kötjük a belet, a másik végére kikötjük magához, a fapónához, és akkor itt, hogy van egy ez a húzal, abba teszünk egy fapecket, és azt, ahogy csavargatjuk, úgy feszítjük a húrt. Azon kívül, hogy a húr mozog, az alatt még van egy bőr, és a bőr alatt is van egy kis légrés, amiben, hogyha teszünk egy tollat, én gólyatollat szoktam tenni, mert jó vastag ott a tollnak a töve, azzal tudjuk még a hangolást segíteni. Ezt azért szükséges, hogy a rezgés megfelelő legyen, és már tehát szavallani kell ezt a hangot, ahogy peng, és akkor annak megfelelően kell ezeket a feszítési módokat csinálni. De nagyon fontos, hogy be legyen hangolva a szerszám, hisz így dolgozik a legjobban és a legszebben. Bért rezgésbe tudjuk hozni, ezt pengetni kell. Erre szükséges ez a szerszám, ez a Schlagholz ütőfa. Egy picit így eltépkene. Ez a faharkasolás. És akkor elővesszük a fakpongnát. Így lazítjuk. Az a lajterozás. Ezt, ahogy forgatom, lehet irányítani, hogy hova csapom a gyapjút. Most ide még kell egy kicsi, most oda fogom csapni. Itt előttem van egy lefakult félkalap. Ez a gyapjú mennyiség 8 latból keletkezett. A fappauna segítségével szálaira teljesen szét lett verve a gyapjú. Innen, hogy ezt a lefakolt gyapjút fel tudjuk venni, alakra kell húzni és tömöríteni. Erre szolgál a síber. Nyomom ide befele, középre. Itt lesz a kalapnak a feje. Itt lesz az a rész, a band, ahol egy a fejjel találkozik, és akkor pedig, ott pedig lesz a karima. A bandot kell erősíteni mindig. A további tömörítés szükséges, erre szolgál a fokszita. Mozgatjuk, rezegtetjük. Ezek a kis fogok már itt találják meg fel a párjukat. Ez egy félkalap. Tehát a két szívfak és a két bankfak. Most a filcolás, hogy megkezdjük, három kalapnak az anyagját kell így lefakolni. Egy kalaphoz négy fakot kell készítenünk, a négy fakból kettőt, a kettőből pedig egy kúpalakot állítunk össze, és olyan forró vízbe, amit elbír a kezünk, különböző irányokból fölcsavarva elkezdjük gyúrni. Lefakoltam a három kalaphoz szükséges gyapjú mennyiséget. Most már ezeket
Ezt a 4 darabot, ami 1 kalaphoz szükséges, egy kúp formába kell, hogy formázzuk. Ehhez veszünk elő egy zsákot, és akkor ebbe becsomagoljuk a kalapokat. A kalapokat, hanem a kalapnak lévő, leszapolt anyagot. Teszünk egy ilyen fészkendőt. És volt így. Igen. Egy sífok, egy bontfok. Aztán megint egy fészkendő. Úgy látom, kevés. Aztán ez volt egy kalap. Aztán következik a másik. Tehát becsomagoltuk a 3 kalaphoz való fakkokat. Ezt körbevesszük még egy zsákkal. És kedőttől még tömörítek rajta egy kicsit. Ilyenkor még rugalmas. Összevarjuk. Egy szeggel összetűzzük. Ez a vavarás, kalapos vavarás. Lágyújtottunk, kezd melegedni a fészplatt, egy kis vízzel meglocsoljuk. És a becsomagolt fakkokat ráhelyezzük. Már megy összefele, látszik, elkezdődik a nemezelés. Ilyenkor óvatosan kell levenni. És már látszik, hogy sokkal erősebb. Na
Hát ez egy kalap, a négyből kettő lett, hogy hova tettem a bandfakot. Tehát ez már itt a nagy fakkal össze nem ezelődött. Itt szépen látszik, mert ez fehérebb, jobb, jó volt, ez sárgább is, akkor kiadja szín is. Most ebből csinálunk egy kúpot. Szépen beszedjük a fejet. Ez egy türelem munka. Meg időigényes. Mondhatjuk, hogy lyukas a kalapunk tetején. Ezeket a ráncokat itt szépen el kell igazgatni. Ezen húzunk, nagyobb legyen, csak óvatosan elszakad. Hát ezt a másik lapot így lesz a négyből egy, rátérítem erre. Átfordítom. És itt is szintén beszedem a fejét. Így lesz a négyből egy. Azért tartom így a fény fele, hogy ott, ahol még jobban átszűrődik a fény, oda még teszek egy kis gyapjút, hogy egyforma. Vágunk egy javasliszt, ezt úgy hívjuk, ezt ide tesszük közzé, hogy a két réteg nem ezelődjön össze. Tehát a négyből kettő lett, a kettőből készítettünk egy ilyen kúpot. Ezt ismét becsomagoljuk. És vissza a fészplatra. És összenemezeljük. Akkor a fej. Középen itt van a toldás, itt kell nyomogatni. Meg itt a karimáját. Ilyenkor süt, ez is gyorsan ki kell rántani, mert megforráz az embert. Így lett a négyből egy.
Ilyenkor relakoljuk, tehát ami szélen volt, bejön középre, megváltoztatjuk a félcállását. Ezt mondtam, ezt a láncot, hogy azért nem kell ott nyomogatni a szélét, mert így is van. Ezt kiigazgatjuk. Átfordítjuk. Szemügyre vesszük. Belenézek. Újra becsomagoljuk, hogy elhajtott, így lesz körbe. Mert most, ami széle, tudod, amit széle volt, bejött középre. Most visszatettem bele, ne. Vissza. Így lett a négy darabból egy nagy kúpunk. Most ezt egy kicsit be kellene pácolni. Utána elkezdeni gyúrni. Ez még megnyissa a gyapjú szálokat, és könnyebben megy a nemezelődés. A bepácolt kompunkot elkezdjük gyúrni. Ilyenkor még nagyon könnyen szakad. Óvatosan kell vele bánni. Mint az új asszony. Akkor még vizet is csak így edénnyel merünk rá, nem szabad vízbe mártani. Semítsuk a ráncokat. Jó. Ennek össze kell menni teljesen egy araszra, meg négy gyúnyira. Tehát ezt addig kell gyúrni, míg ilyen kicsi nem lesz. Egy arasz és négy gyúny. Így van. Másik sorkó.
látszik szépen, hogy minden gyúrásnál megy összefele. Róstok. Mikor a gyúrásba fejeztük, a tompunk összement olyan, annyira összegyúrtuk, hogy egy arasz és négy új legyen. Következik a formázás, amikor is kihúzzuk először a széglet. Tehát a gyúrásra kihúzzuk a karimát. Vizes. Elszakli. Ugye a látétfa ez azért kell, hogy erre rá tudjuk tenni a formát, ahogy húzzuk majd kifelé a karimát, hogy akkor kezem ne érjen. Milyen kis szar. Kihúzzuk a fejet. És egy fejformára ráformázzuk. Hurpántlival lekötjük a bonba, hogy ne hagyja ott. Ugyanis még a karimát, azt utána kell, hogy húzzuk. Ne nyomjuk a bonba a hurpántlit, ez a pétli. Egy gyúpoló vizet is nyomjuk ki fele belejül. Egy takaros kis csikas karoplat belejül. És ez itt a napon szépen megszárad. A fehér munka egy pásztókalapnál 10-12 óra. Aztán következik a festés, egy olyan 40-50 liter víz, és akkor ezt elkezdem melegíteni, mikor már jó kézmeleg, langyos, egy picit melegebb a víz, akkor hozzáteszem a festéket, elkavargatom, és akkor teljesen fölforralom a vizet. Ilyenkor teszem bele, vagy forrás előtt a festendő anyagokat. Egy jó másfél óráig zubog ebbe a festéklébe. Mi a festéklé? Festéket? Kimondod, gyapjú festék. Anilines. Savas festék. Aztán a festés végén ez a festőlé, mondjuk a feketére festek, ez eleinte fekete volt, teljesen kifehéredik ez a víz. Akkor fő bele a gyapjúba maga a festékanyag,
ilyenkor még töltök hozzá egy kis savat, és akkor beletöltöm az üsbe. És akkor a sav az fixál? Ez köti le, fixálja magát a festék. Aztán kiszedem a festőléből a kalapokat, és akkor átöblítem még szintén savas vízbe, hogyha esetleg még maradt volna benne festék, akkor azt még lekösse, illetve ki csapja belőle. A befestett és megszáradt tombot kifordítjuk. És bestájfoljuk. A stájfoltot be egy kis enyv, szórvítóra és gumiarábikumba. Mindig a fejet. Stájfoljuk először. A fej és a stájfolása után bestájfoljuk a karimát. Ide a bandot mindig duplán teszünk a stájfoldatot, és itt lesz az a rész, ahol a fejjel érintkezik. Ott kell a legstrapabíróbbnak, legerősebbnek lenni. És föltesszük a gázra, melegre, hogy átjárja a gőz. Ebben az edényben van víz, és akkor ebben van ilyen farács, és ráteszük a bestájfolt kalapot, hogy átjárja a gőz, hogy tudjuk formára felhúzni. Ilyenkor kihúzzuk a karimát megint. Keressük az elejét. Így. Bejussuk kis glanszíra a fejet, és kihúzzuk. Majd egy felformára ráteszük. Jó, akkor ráhúzzuk. Egy húrpántlival rögzítjük. Ez rövid. Szátorszok lesz. Igen, megtalálom görcse. Pont két rövidet választottam. Ez a pek. Átveszik itt meg vissza. Tesszük az asztalra, és a dájbázlival lenyomjuk a manda aljába, teljesen a húrpántlit. Megpróbáljuk még utána húzni, de addig beszéltem itt, hogy ez kihűlt. A fejformán megszáradt a kalap, akkor körbevasalom a karimáját. Az annak a stílusnak megfelelően, amilyen kalapot szeretnék csinálni. Ez, itt vannak ilyen karimaformák vagy raszlik, arra rátéve szépen rávasalom, és akkor ez adja meg a lényegébe teljesen már a kalapnak a formáját. Ilyenkor még a széle nem egyforma, tehát ezt még körbe kell vágni, de viszont meg kell hagyjuk, hogy száradjon előtte. Mert hisz, hogyha így nyersen vágnánk, akkor ez mozogna, hullámos lenne. Hogyha száraz, akkor már teljesen mered, és akkor már szépen egyenesen tud. Körül van vágva a kalap. Utána mi következik? Aztán a díszítés.
ilyenkor, hát vagy galancolás, mondjuk azt előtte még beállítom a gyapjúszálnak a gyapjúszálnakat egy irányba, ami a vízgépen történik. Ez egy fogaskerék áttétellel megoldott szerszám, aminek a fején tetején van egy olyan rész, ami a fejformát rá tudom tenni, és a rajta lévő kalapot. Ezt ha forgatom, ez is elkezd forogni, és kefét teszek mellé, és akkor ez szépen egy irányba beállítja a gyapjúszálakat. A legvégén pedig a saját anyagjából lévő anyagot teszem mellé, ezt hívjuk visposztónak, és ez még egy külön fényt ad magának az anyagnak. Ezután következik a bevonás, amikor is körbeszegjük a kalapot, állatzót teszünk rá, bélést, izzasztót, a bevon, és kívülre még egy szallagot, egy fejszallagot. Mikor ez megvan, aztán még egyszer levisoljuk, leellenőrizzem a méreteit, beleírom a kalapméretnek a számát, beleütöm a bélyegzőmet, és fölteszem a polcra, és várjuk a kedves vevőket. Ha nem jönnek, akkor pedig mi megyünk elébe vásárokra. Kalapnak az őse a süveg. Ez a mellő simulás, vagy itt felszakadt, vagy fölvágták harcok folyamán, lehajlott, és rájöttek, hogy árnyékot ad, és így alakultak ki a különböző karimatípusú kalapok. Sőt, az 1813-as szegedi helytartó tanácsi rendelet már le is szabályozta, hogy 8 hüvelyeknél nem lehet szélesebb a kalap karimája, hisz ha fölvett egy bundát, meghagyta a szakált, és egy nagy karimájú kalapot a fejére tett, akkor nem tudták azonosítni. Erről készült egy film is, ahol ez meg lett örökítve, a talpok alatt fütyül a szél. A következő, ez a debreceni kemény kalap. Ezt a Déri Múzeumban kutattam, és a Déri Györgynek a gyűjteménye be volt egy ilyen kalap, és annak alapján csináltam meg, tehát ez a cívis kalap. Aztán a népi táncosok kalapja, a nyírségi vagy launyai kalap. Ezt csináljuk ilyen kerek fejjel, illetve ezzel a hosszanti beütéssel. Ez a hagyományos, a hosszanti. Ez van zöld, szürke, barna színbe is. Aztán van a Kossuth kalap. Annak idején ez a politikai hovatartozás jelképét is kifejezte. Ezt viselik vagy így beütve, vagy pedig így kerek fejjel, így telt fejjel is. Itt a mi vidékünkön mindig így beütve viselték. Aztán a balmazújvárosi paraszkalap. A Sós Imre ilyen kalapban játszott a körhintában. A törőcsikkelő is balmazújvárosi születésű volt, és magával vitte az itteni öltözetnek egy részét is. Veres Péteren is, mikor kalap van általában, ő is városunk szülötte, ilyen kalapot viselt. Hát a fő profilunk, ugye a Holtabágyi pásztorkalapok, ahol is a rangsor élén áll a Csikós. Őt követi a Gulyás. A karima szélességében van különbség, a Gulyásnak nagyobb a karima szélessége. Hisz ő kín van a Gulyával mindig, nem hajtják be szállásra, mint a Ménest. És ez a karima jobban védi az idő viszontagságaitól. Hisz a pásztorembernek ezek a kalapok a napernyője, illetve az esernyője. Őt követi a Juhász. Ez egy kisebb karimájú, kerek tetejű kalap, ezt ilyen gomolya tetejű kalapnak is mondjuk. Aztán a Kondás, fejformája ugyanaz, mint a Csikósé és a Gulyásé, viszont a karima szélessége ez kisebb. Aztán a Bojták kalap, ez a kis Csikós, illetve a pásztor
faroknak a fejfedője, ez könnyebb, ebben nincs annyi anyag. Aztán következik a kupeckalap, ez a színe miatt. Kék a szín. Régen megláttak egy ilyen kék alapos embert a piacon, vagy a vásárba, na jön már a kupec, vagy ő csak be, vagy én ő. Aztán a gyimesi kalap. Az 50-es évek iparos kalapja, ezt csináljuk Szeged széllel, vagy pedig szegetlenül. Ez a mostani divatkalap, ezt ilyen párizsig hozom. Egy női hajtókalap, vagy pedig ilyen zórókalapnak is nevezzük. Aztán a Gábor kalap. Gábor Áron, amikor öntötte a rézágyúját, neki volt ilyen nagy karimájuk alapja. A segítői cigányok voltak, és így maradt a Gábor cigányokra ez a kalapviselet. Ők még jelenleg is, Erdélyben nagyon sokat lehet találni. Aztán jön a zsidókalap, ez teljesen tertfej, kerek. Ezt be is lehet szegni, vagy pedig is szegedben. Aztán a zsiványkalap, hát régebben ez a... És akkor a papikalap. Aztán ott van egy nyírségi kalap, egy női kalap, ez nyírségi megint az zöld színbe, ez egy félkész kalap, ebből balmezsúly másik parasz kalap ez. A boskai kalap, ezt csináljuk fekete vagy aranyszegéllyel, a nagyecsedi kalap, ez a haraszti kalap, ennek is van egy története, telefonált egy református lelkész úr. Úgy hitták, hogy Szent Péter, és mondja, hogy neki kalap kell venni. Hát uram, én még nem megyek sehova, én még maradok itthon. És mikor eljött ide hozzám, akkor adta ide a névjegyet, és nem Szent Péter volt, hanem Szenne Péter, és református lelkész. Aztán csináltam neki egy mintadarabot, kivitt, az öregek nagyon meg voltak elégedve, de és akkor többet is rendelt. Ez a köcsök kalap, a cilinder, ez nem magyar kalap, és mellette van a gazdász kalap. Lent a vadász kalap, a kispörge kalap, itt az alsó sorban pedig ezek a régi kalapok, ezt a kettőt én csináltam valamikor, amiket pedig itt látunk régi kalapokat, azokat pedig az elődeim. A következő a matyó kalap. Ott volt egy kisbíró, alacsony növésű volt, és ezzel növelte meg a fejmagasságát, ezt nem is fejméretre készítjük, hanem csak így fejtetőre, így fél oldalra föltéve. Csúcsos kalapnak is mondjuk. Aztán jönnek a kunsági kalapok, a kunsági csikós és a kunsági juhász. Amelyeknek a dísze az árvalányhaj, míg a hortobágyi kalapoké pedig a darutól.